Sziasztok! Szeretnék kicsomagolni egy fényképezőgépet, pontosabban egy Fuji Finepix S2080 HD. Na, lássuk. Tehát itt van a fényképezőgép. Tiszta új, minden. A katujája nem valami doboza. Nem sok mindent rejt, de éritten, hogy mit tartalmaz. Tehát kompatibilis Vista-val, Windows 7-tel, SD kártyát lehet beletenni, HDMI csatlakozókat is tartalmaz. Hát itt van a fényképezőgép. Fontos tudni erről a fényképezőgépről, hogy egy kivételes minőségű Bridge fényképezőgép, 14 megapixeles CCD érzékelővel és egy 18-szoros zoommal rendelkező gép. Vettünk még hozzá egy 4 elemet, ami újra tölthető. Hát reméljük, hogy jó lesz. Lássuk, hogy mit tartalmaz a katujája. Itt vannak leírás, úgy tűnik. Telefonszámok, support a... Van benne egy CD, és gondolom ez valamilyen telepítő CD lehet, aki tudom lenni. Szóval a supportnak a papírja. Támogatás, telefonszámok, ismét használati utasítás, gondolom, több nyelven persze, mások magyar nyelv van. Van magyar nyelv, igen, rövid leírása. Hát még egy használati utasítás, ebben is van például természetesen magyar nyelv. Szóval bárki le tudja állítani. Egy CD, gondolom driverekkel hasonló. Igen, na és lássuk, hogy mi van mi. Tehát itt van maga a készülék, ezt majd később. Van egy nyakba akasztható kis cucc. Persze eredeti Fuji. Igen. Elég hosszú. Van egy adatkábel. Adatkábel. TV out kimenettel. Tehát egyenesen lehet TV-re is kötni. Ez cuccos. Igen. Van egy lencsevédő. Fuji eredeti. Igen. Akkor ezeket félre tesszük. És akkor itt van a gép. Ami így néz ki. Hát. Írja, hogy Finepix S. Lehet állítani manuálisan, automata, van több fajta opció rajta. Fontos tudni róla, hogy HD-ba videóz, 30 képkocka per másodperc, és ennyi. A vakuja egész jónak tűnik, meglátjuk mennyire jó, hát kapcsoljuk be. Hát itt van. Hát én nem tudom, milyen beállításokkal van, de csináljunk egy tesztképet. Hát a vakuja az biztos, hogy nagyon erős, már így első ránézésre. A zoom. Ez is tökéletesen működik. A menüje.
rengeteg beállítási lehetőség van. Három oldalon beállítások és két oldal fényképezőgépnek a kép beállítások. Itt lehet látni, hogy 30 fps-sel csinálja a videót. Lehet 60 fps is, azt gondolom. Nem tudom mi lehet, de lényegtelen. Na jó, ott van. Szóval ez lenne a fényképezőgép. Automatikusan állítja a dolgokat, látom most átváltott éjszakai képekre. Nagyon szép képeket csinál. Rengeteg beállítási lehetőség van rá, tehát fogalmam sincs, hogy hogy kell. Mit kell még vele bánni, de majd megoldjuk. Van rajta egy HDMI kimenet, és itt van a microSB kimenet. Szóval van még valami, gondolom itt van a mikrofon, a lencse, adatai. Alul van 4 darab ellenjár bele, most azt nem fogom kivenni. Ez itt gondolom állványnak a hely, és ide jön bele a microSD kártya is, ami majd egy 8 gigás fog belekerülni. Na hát, szóval ennyi lenne. Kérdésetek van, nyugodtan írhattok kommentet, és megpróbálok mindenre válaszolni. Iratkozzatok fel, sziasztok!